A szélsőséges időjárás megnehezítette a városgondnokság munkáját is, hiszen nehéz volt virágokat ültetni, gondozni. Molnár Pál igazgatóval beszélgettünk arról, hogyan tudták úgy szervezni a munkálatokat, hogy mindent időben el tudjanak végezni. A szakember elmondta, a városgondnokságnak van ebben tapasztalata, hiszen kapcsolódik a mezőgazdasági kitettségekhez, a kültéri növények ültetése, akár egy vagy több nyári növényről van szó. Az enyhe tél, a száraz tavasz, ma júniustól az esős időszak a belvízrendszert és virágokat is próbára tette. A szakemberek, ahol kellett, pótolták a kipusztult virágokat. Én úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon érdekes időszak áll mögöttünk, akár a tél tekintetében, hogy egy nagyon enyhe tél volt, majd egy nagyon-nagyon száraz tavasz májusig, utána júniustól pedig bejött ez az esős időszak. Volt olyan nap, amikor 60-70 mm csapadék lehullott néhány óra hossza alatt, amely ugye a belvízrendszert is nagyon nagy mértékben próbára tette, valamint azokat a virágokat, amelyek friss ültetések voltak, nem egy esetben újra kellett ültetni, voltak, amelyek kipusztultak a nagy mennyiségű víz és sár felverődés miatt, voltak viszont, amelyeket csak újra kellett, le kellett tisztítani és újra kellett ültetni. Annak ellenére azt a virág mennyiséget, azt a lágyszárú virág mennyiséget sikerült elültetni ebben az évben is. Lehet egy picit késve fognak majd szépen díszleni, mert azért az időjárás is elég árnyékos, elég párás, elég borult volt. A fénykedvelő növények természetesen ezután fognak majd szépen díszleni, de bízom benne, hogy a karcagi lakosság és az ide látogatók továbbra is elégedettek lesznek a főtér képével. A főtéri utcakép is változik. Ehhez akár más települések jól bevált ötleteit, vagy a gondnokság dolgozóinak új elképzeléseit valósítják meg. Nem csak Karcagon van szép főtér, nagyon sok város egyre jobban igényessé vált a főterére, egyre szebb főtereket láthatunk, és valljuk, hogy a bölcsekkövét azért mi sem hordjuk a zsebünkbe. Van, hogy mástól tanulunk, ha meglátunk egy-egy szép virágkompozíciót, meglátunk egy-egy szép területet, egy-egy ötletes elrendeződést, a mai világ már egy fénykép elkészítés, akár egy mobiltelefonnal nagyon könnyű, ezt a kollégáknak én ki szoktam adni, vagy meg szoktam mutatni, de van úgy, hogy a kollégák jönnek új ötletekkel. Én úgy érzem, hogy a korral haladni kell, új növények, új lágy és fászárú növények jönnek be, amelyek már tűrik ezt a klímát, és ezek elől nem szabad elzárkózni, nyitottnak kell lenni, ahhoz, hogy a lépést tudjuk tartani a többi településsel, ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy a főterünk valóban szép. Vannak, akik az újításokat egy picit mindig árgus szemekkel figyelik, és először még nem is tudják elfogadni, de általában utána pozitív visszajelzések vannak. Nem azt mondom, hogy olyan nem volt még, amelyre nekünk rá kellett jönni, hogy jó ez az irány, vagy éppenséggel nem jó. Például ennek apropójából tudom mondani, hogy a Sétál utca környékén beöltöttük nagyon szép japán cseresznye, szomorú japán cseresznyével, de rájöttünk, hogy nem a szomorú változata a szép, hanem a normál változata. Lehet ezt a lakosság nem is vette észre, de az elmúlt évben kicseréltük az összes ilyen fát, ami nem kis munka volt, de úgy érzem, hogy sokkal szebben fognak díszleni a normál változatai a japán cseresznyének, sokkal nagyobbak lesznek, és a Sétál utcát majd szépen keresztbe körbe fogják venni ezek az ágak, és tavasszal nagyon-nagyon szép lesz. Én láttam már ilyen sétányt, bízom benne, hogy néhány év múlva mi is a karcagiak tudunk ebben gyönyörködni. Az igazgató kiemelte, sokszor félsivatagos körülmények között másképp nem lehet zöldgyepet ápolni júliustól szeptemberig. Az annak idején, amikor én átvettem a városgondnokságnak az irányítását, tudván az, hogy ilyen körülmények között, ilyen arid, szemiarid, tehát sokszor félsivatagos körülmények között nem lehet zöldgyepet ápolni, nem lehet júliusban, augusztusban elvárni azt, hogy a város főterén vagy bárhol zölden díszlenek a gyepet területek, vagy éppenséggel a virágok is vitálisak legyenek. Ezért egy öntözésfejlesztésbe kezdtünk, tehát ahol gyepterület van és szépen, vagy ápolni tudjuk, ott mindenhol az öntöző rendszereket kialakítottuk. Természetesen nem locsolóval kell, hanem fél automata rendszerből, hogy elébb említésre került, rácsatlakoztatva a hálózatra, szépen tudjuk öntözni és szép gyepet tudunk kialakítani. Sajnos enélkül olyan a klíma, sehol nem tudunk olyan gyepet kialakítani, amely egész tavasztól teljesen őszig szépen zöldeljen.